Szeretettel köszöntelek benneteket a másodévesek nevében. Ennek a beszélgetésünknek az lenne a célja, hogy egyrészt kölcsönösen megismerjük egymást, másrészt közelebb kerüljetek a könyvtári munkához, és egy kicsit közelebbről betekintést kapjatok. Olyan kérdésekre keresnék választ, hogy mi befolyásolta a pályaválasztásotokat, volt-e áttekintésetek arról, hogy milyen munka folyik a könyvtárban, és egyáltalán, hogy hogyan tudtok keresni a könyvtár állományában, az egyes katalógusokban. Most szeretnének megkérni benneteket, hogy röviden mutatkozzatok be, ki honnan jött, aztán, hogy közvetlenül felvették-e ide, ha nem, akkor hol dolgoztatok, eleve is ide pályáztatok-e, mi vonzott erre a pályára, erre a szakpárosításra, és mi az érdeklődési körötök, hobbitok. Csengeri Mária vagyok, tavaly érettségiztem Budapesten. Először az ELTE-re jelentkeztem, és átirányítással kerültem ide. Könyvtáros szeretnék lenni, de érdekelnek a nyelvek, és az olasz nyelvtanulását szeretném folytatni. Szabó Szilviának hívnak, Moson-Magyaróváról jöttem. A Moson-Magyaróvári Kossuth Lajos gimnáziumban érettségiztem az idén. Eredetileg erre a szakra jelentkeztem, és fel is vettek. Engem is a könyvtár érdekel, meg a nyelvek, angolt szeretnék tanulni. Komalovic Zoltánnak hívnak, Kőszegén is hiszem 82-ben a Gyücsi gimnáziumban. Utána 2 évet dolgoztam a Vasétnél segédmunkásként, közben jelentkeztem az ELTE-re, nem vettek fel, de utána beírtak katonának, és utána kerültem ide a főiskolára. Halmos Ildikó vagyok, tavaly érettségiztem Nagykani Zsána Dr. Mezi Ferenc gimnáziumban, jogra felvételiztem Budapesti az ELTE-re, tavaly is idén is, és idén átirányításra került. Érdeklődési köröd, hobbid? Nagyon szeretem a történelmet, zenét, érdekel a filozófia, itt fogok filozófia tévékkel jelentkezni. Takács Zsuzsanna vagyok, Simegen a Kisvaldi Sándor gimnáziumban végeztem. Idén érettségiztem, ide jelentkeztem erre a szakpára. Hát én elsősorban inkább most még pedagógus szeretnék lenni, csak olyan szakpárosítás nem indult sehol tanárképző főiskolákon, amilyen elképzelésem lett volna, és hát dolgozni nem dolgoztam könyvtárba, de volt idő, hogy betekinthessek a könyvtári munkába, és így választottam ezt a szakpárosítást. Igen. Májer Ildikó vagyok, Székesfehérváron lakom, ott érettségiztem tavaly a József Attila gimnáziumba, tavaly a gyógypedagógiai főiskolára jelentkeztem, nem vettek fel. Egy évig dolgoztam a Székesfehérvári megyei könyvtárban az olvasószolgálatnál, ott kedveltem meg ezt a foglalkozást, ott tetszett meg, és ezért jelentkeztem ide. Mi érdekel? Hát érdekel a pszichológia, a művészettörténet, itt szeretnék angol tanulni, ezen kívül a genetika, ami hobbi. Filip Szkéva vagyok, Budapestről jöttem. Én 2 éve érettségiztem, 2-szer jelentkeztem az ELTE bölcsészkarának művészettörténet magyar szakára, és 3-szor ide jelentkeztem, és ide vettek fel. Engem továbbra is érdekel a művészettörténet, amit itt tét előadásaiban szeretnék hallgatni is. Azon kívül az angol, a könyvtár TDK-ra is járok, és hát engem a könyvtár érdekel valamivel jobban. Könyvtárban dolgoztam 1 évig is, tanítottam, és 1 fél évig is ezért nem értem, és a könyvtár engem valami jobban érdekel. Köszönöm. Hát ahogy láttuk ebből a bemutatkozásból, eléggé heterogén a csoport, tehát érdeklődési költöket is tekintve, filozófia, pszichológia terén, és mégis van valami, ami összefűz benneteket, ez az irodalom, a könyvek szeretetem. Mindnyájan jártatok könyvtárban, sokan, mint mondtátok, dolgoztatok is ott, és a középiskolában is többen pályázaton vettetek részt. Most arra lennék kíváncsi, hogy hogyan szoktatok keresni a könyvtárban, hiszen ezekhez a pályázatokhoz is irodalmi anyagot kellett gyűjteni. Hogyan kerestétek ezt? Szabad polcnál böngészhetek, vagy szakkatalógusban, betűrendes katalógusban, esetleg használtátok a bibliográfiát, és általában önállóan kerestek, vagy igénybe veszitek a könyvtáros segítségét? Hát én általában először mindig a szabadpolcos megoldást szoktam választani, és mikor ott nem találtam meg a illető könyvet, akkor szoktam a katalógus segítséghez fordulni. Általában betűrendes katalógus szoktam használni, azt ismertem annyira, hogy tudtam használni. Hogyha ott sem találtam meg, akkor könyvtáros segítséghez szoktam fordulni.
általában úgy sikerült megtalálni a keresett könyvet. Értem. És tehát most, akik dolgoztak könyvtárban, elsősorban azoktól szeretném megkérdezni, hogy milyen töbletet jelentett ez számotokra, hogy mennyire tudtátok áttekinteni, hogy mi folyik a könyvtárban, milyen munkaköröket ismertek, például ismeritek-e, hogy hogyan épül fel a szakkatalógus, ismeritek-e az etót? Én dolgoztam könyvtárban, olvasószolgálatnál, tehát a többi osztályét, módszertan feldolgozó osztályét nagyon kicsit ismerem csak. Az olvasószolgálatét mondjuk jobban, az etó felépítését nagyjából ismerem, mert ott dolgoztam. Értem. Sokan említettétek azt, hogy szívesen tanultatok és tanultok is nyelveket. Ez egy nagy pozitívum a könyvtáros munkájában. Vajon kerestetek-e már idegen nyelvű műveket? És ha igen, akkor hogyan találtátok meg? Hát én ugye még nem kerestem idegen nyelvű könyveket, de mondjuk engem az angol tanulása kapcsán a hanganyag érdekelne leginkább, és azt az idegen nyelvű katalógusban szeretném már megkeresni. Biztosan lesz alkalmad városi könyvtárban is. És... Na most egy fontos kérdéshez érkeztünk. Szerintetek milyen személyiségjegyeket igényel a könyvtárosi munka? Tehát inkább a szerény, csendes, szorgalmas, elmélyülő típust, vagy az aktív, tevékeny, dinamikus személyiségnek is helye van a pályán? Szerintem elsősorban türelmet. Szerintem elsősorban türelmet. Tehát, hogy akárki fordul egy könyvtároshoz, mindenkinek segítsen, keressen, amit kér, vagy adjon neki ötleteket egy bizonyos témához, hogyha azzal fordulnak hozzá. Aztán emellett dinamikus, semmiképpen nem szerény, aki ül, szerintem. És te már tapasztaltál ilyet, hogy szívesen segítettek könyvtárban, és... Hát mind a kettővel találkoztam már. Igen. De elég gyakran azzal, hogy csak ültek, és nem segítettek. Igen. Én szerintem mind a kettőre szükség van, mert vannak olyan munkák, amint én láttam, például a katalogizálás, ami szóval ami nem követeli meg azt, hogy ez egy ilyen különösebben dinamikus legyen, mint például az olvasószolgálatosnál, vagy például egy szerkesztőnél, könyvtári folyóirat szerkesztőjénél, úgyhogy szerintem attól függően, hogy milyen munkát választ, ez nem kategórikus, de meghatározó. Tehát a munkakörökről függően, igen. Én is az Évával értek egyet, mert szerintem is az olvasószolgálatnál, gyerekkönyvtárban, olvasóteremben fontos az, hogy valaki aktív legyen, és hát feldolgozó osztályon ott esetleg a másik típus is érvényesülhet. Köszönöm. Mit gondoltok, van-e esélykülönbség Budapest és vidék között a könyvtár használata terén? Hát a külső szemlélő azt gondolná, hogy a pestiek előtt több könyvtár ajtaja nyitva áll, több könyvtárat használhatnak, például a Széchenyi könyvtárat vagy a Szabó Ervin könyvtárat, emellett más nyilvános könyvtárakat is használhatnak. Mi erről a véleményetek, pestiek, például, hogy egyáltalán van-e szükségetek rá, hogy több könyvtárnak legyetek a tagjai, és kihasználjátok-e ezt? Hát szerintem szükség van rá, és én szerintem előnyt élveznek a pestiek, mert tényleg én is már jártam ott felé, amikor felkészültem a felvételire, hogy több könyvtárat kellett felhasználnom, mert általában olyan szakirodalmakról volt szó, amik nagyon divatosak voltak és már kikölcsönzöttek, vagy olyan speciális irodalomról, amit például vagy az egyetemi könyvtárban tudtam csak hozzájutni, vagy csak a Széchenyi könyvtárban. Tehát mindenképpen előny az, hogy Budapesten sokkal több a szakkönyvtár, és ezért sokkal differenciáltabban lehet hozzáférni. Igen, nagyobb a választás lehetőségetek, és vidékiek közül is biztosan többen vagytok. Elég sok könyvtárnak tagjai. Mi erről a véleményedek, hogy egyáltalán miért fontos ez számotokra? És mindegyik könyvtárnak aktív tagjai vagytok-e? Hát én elég kisvárosban lakok Sümegen, és ott hát azért nagyon fontos, hogy több helyütt is, hát mondjuk Keszthelyen meg itt Szombathelyen vagyok még könyvtári tag, és Bonyarcvashegyen arra is, és hát nem mindegyik aktív, hát aktív tag tulajdonképpen most Szombathelyen leszek, azt hiszem meg Sümegen, de ott főleg szükség volt arra, hogy több könyvtárba is beiratkozzam, mert hát mivel kis város is, és kis a könyvtárállomány is kisebb, és
főleg szakirányú irodalom ez elég kevés volt, és így szükséges volt valahonnan összeszedni, bár mondjuk a könyvtárosok nagyon rendesek voltak, és könyvtárközi kölcsönzéssel azért megyei könyvtárakból, vagy fővárosi könyvtárakból is meg lehetett kapni, azonban ez azért több idő, és mikor valami gyorsabb munkát kellett beadni, akkor el kellett menni más könyvtárba, és onnan beszerezni. Azért előnyt jelent ez a könyvtárközi kölcsönzés is mindenképpen, ugye? Másoknak is volt már tapasztalatuk ilyen könyvtárközi kölcsönzéssel kaptatok meg. Hát szerintem én nem éreztem azt a hátrányt, hogy nem vagyok pesti. Én Fehérváron is megkaptam mindent, ott is több könyvtárnak vagyok a tagja, és ha valami netán nem lett volna meg könyvtárközi kölcsönzésbe, megkaptam. Uh-huh. Úgyhogy ezt a hátrányt én nem éreztem. Uh-huh. Az idén első évben adták ki sokszorosítva a könyvtártanszék programját. Ezt ajánlom, hogy forgassátok, hiszen nagyon hasznos, és ebből áttekinthetitek azt, hogy mi vár rátok a jövőben, és mi mindent kell majd tanulnotok. Biztos, hogy előnyt jelent ez is számotokra, és könnyítést.